A Múzeumok Éjszakája az egyik legnagyobb országos szintű kulturális esemény hazánkban, mely 2021-ben 19. alkalommal került megrendezésre. A több száz helyszín mellett három rákosmenti intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez, és késő estében nyúlóan színes, változatos programokkal, így például kiállításokkal, tárlatvezetésekkel és koncertekkel várta az érdeklődőket. Június 26-án a 17. kerületiek az Erdős René házba, a Rákoshegyi Bartók zeneházba, illetve a Csekovszki gyűjtemény kiállítóházba egyaránt ellátogathattak. Mint ismert, a Múzeumok Éjszakája 2020-ban a koronavírus járvány okán elmaradt. Az enyhítéseknek köszönhetően viszont ebben az esztendőben országszerte már több mint 100 helyszínen várták a szervezők a kultúra kedvelőit, hogy idén bepótolhassák az élményeket. Rákos mentén három intézmény fogadta az érdeklődőket. Ádám Ferenc, az Erdős Rönéház vezetője utalt rá, mivel az előző programfolyamot nem lehetett megtartani, így a tavalyi évre leszervezett fellépőket és előadókat visszahívták a mostani alkalomra. Idén nagyon gyorsan kellett ezt megszerveznünk, mert április végén, sőt még május közepén is azt írták nekünk a minisztériumból, hogy csak május végén hozzuk nyilvánosságra a szervezést, úgyhogy gyorsan, hatékonyan kellett dolgozni, de hát reméljük, hogy sikeresen ennek ellenére. Ádám Ferenc hangsúlyozta, a Múzeumok Éjszakája minden hozzájuk hasonló létesítmény számára rendkívüli jelentőségű, hiszen a kulturális örökségek megőrzése mellett egy még szélesebb palettán keresztül mutathatják meg értékeiket. A helyszínen az első megtekinteni való egy páros kiállítás volt. Töttös Kata és Vahorn András képzőművészek közös és egyéni alkotásainak bemutatásával. Az eseményt maga Vahorn András nyitotta meg, s mint mondta, párja és közte több évtizednyi a korkülönbség, de éppen ezért tudják egymást inspirálni, valamint kiegészíteni a hétköznapokban és a művészetben is. Két egészen külön álló világról van szó, sokféle tekintetben az. Van például egy elég komoly különbség, hogy amikor az igazgató úr találkozott velem először, akkor Kati még nem is élt. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak, ahogy elkezdünk élni, egészen különálló világai lesznek, ami abból áll, ami körülvesz minket, különösen az első 20 évünkben, és utána már el kell, hogy mondjam önöknek, az a tapasztalatom, nem nagyon változunk. Ezért aztán, aki 30 évvel később születik annál, mint aki 30 évvel előbb születik, teljesen más körülmények alakítják a lelkét, a tapasztalatait. A kiállítók mindketten élénk és erős színekkel, illetve többségében olajjal és akvarellel dolgoznak. A pár hölgy tagja leginkább a 21. századi fogyasztói társadalmat, és a női alakokat viszi szívesen a vászonra, hiperrealista stílusban, míg Vahorn András avantgárd festészetében arra törekszik, hogy az aktuális érzéseit és gondolatait elevenítse fel. Az Erdős Rönéházba ellátogatók az este folyamán hangszerbemutatón is részt vehettek, melynek alkalmával Nagy Sándor Endre klarinét művész gyűjteményét tekinthették meg az érdeklődők. Mindeközben a Rákoshegyi Bartók zeneházban szintén elkezdődtek a programok, melynek kapcsán Bokor Jutta, a kuratórium elnöke kitért rá. Ez egy olyan országos szintű esemény, ami nem csak maguknak az előadó művészeknek, de a kultúra kedvelőinek is egy pozitív feltöltődést és kikapcsolódást jelent. Nagyon fontos, hogy a fiatalok, az idősek, valamennyi korosztály elmenjen, végignézzen egy-egy kiállítást, egy-egy kulturális eseménynek részese legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi is csatlakozunk, bár mi kifejezetten nem vagyunk múzeum, ugye mi egy élő zeneház vagyunk, viszont rengeteg múzeális értékünk van, kiállítási tárgyaink, kortárs alkotások, és én azt gondolom, hogy mi mindig ugye zenével fűszerezzük, hát most is úgy készültünk, hogy egy gyönyörű környezetben, sőt egy nyári idilli, azt mondhatom, hogy egy itáliai környezetben várjuk a közönségünket, és most a zongorista találkozóra kerül sor.
Az úgynevezett zongorista találkozó 20 évvel ezelőtt valósult meg először, és esetenként más és más előadó művészekből tevődött össze. Az utóbbi 5 évben a tagok viszont már megszokott trióvá, illetve kvartetté kovácsolódtak, ugyanis a dobok mögött, mint kísérő, Mezőfi István, míg a billentyűknél Dániel Balázs, Bacsa Gyula és Nemes Zoltán foglal helyet. Ezt nagyon-nagyon-nagyon imádta mindig is a közönség, tehát igazából a közönség miatt volt ez a találkozó. Ez egy tényleg olyan találkozó, amikor hú, ebből csináljunk már, vegyük fel, úgy bögdösték egymás meg a munkat, és hát ez a hangszerelés és ez a műfaj, amit játszunk, ez az zongorák mellett azért egy dob megsegítésével nagyon jól működik, leginkább boogie-woogie-t és New Orleans zenéket, ami személyesen egy nagy szerelmem játszik a formáció. A múzeumok éjszakájának harmadik Rákosmenti helyszíne a Csekovszki gyűjtemény kiállítóház volt, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra legérdekesebb látnivalókat. A legkisebbek örömére a Marica produkció révén a Teremtésjáték és az Égből pottyant lány meséje került bemutatásra. A bábszínész hangsúlyozta, tudatosan választották ki a darabokat, hiszen mindenki mögött nehéz időszak áll, és szükség van az örömök forrására. A gyerekeket az még jobban megviselte. Most még nem nagyon látjuk ennek, ugye, hogy mi lesz a hosszú távú hatása, de azért azt mindenki érezte, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy teher. Úgyhogy abban a pici időben, amíg beengedtek minket az iskolákba, ezt az előadást elég sok helyre elvittük, mert abszolút terápiás céllal készült. Az, hogy teremtünk, az pontosan az, hogy az, ami van, abból mit hozunk ki, a jót vagy a rosszat. A rendezvényen Albrecht Júlia képzőművész kíséretében kerti tárlatvezetésre is sor került, míg dr. Bényi Zsolt, Rákoshegy önkormányzati képviselője borkóstolóra invitálta a megjelenteket. Csekovszki Árpádné Edit néni pedig elmondta, 2 év után nagy boldogság számukra, hogy a már-már hagyományossá vált eseményeikre ismét szép számmal érkeztek látogatók a kerületből. Nagyon jól sikerült összeállítani a programot, és annyira örülök, hogy sokan voltak, és nagyon élvezi mindenki most, hogy hát már jöhet, és közösségbe lehet, és beszélgethet, és jól érzi magát végre. Az est végéhez közeledve az Erdős René házban koncerteken vehetett részt a közönség. Elsőként a Kantodram nevű duó lépett színpadra. Brátán Vera és Mádi Kálmán kettőse ez alkalommal Banos Gergő gitárossal és Grencsó István szaxofonossal egészült ki, hogy négyen szórakoztassák a megjelenteket. Alapvetően az énekütős duó az egy nagyon kivonatolt hangzást ad. Mondjuk időnként azért szoktunk hozzátenni gitárt, meg hogyha ketten vagyunk, de most itt erre nem volt szükség. A basszusgitár az nyilván megágy az egésznek, és hát a koronát az pedig a szóló hangszer, ami ráteszi ilyenkor. Tényleg, hogy mondjam, egészen másfajta érzés nyilván így kiállni. Ha már Vahorn András nyitotta, úgy ő is zárta a rendezvényt, mint egy keretbe foglalva a történéseket. Így a Vahorn korszerű kalandzenekara elnevezésű formáció játszott végezetül a közönségnek. A múzeumok éjszakájából hosszabb műsort Kaleidoszkóp című magazin műsorunkban láthatnak majd július 2-án.